Vége a zsúfolt gyermekvédelmi központoknak, modern lakásotthonokban élhetnek az állami gondozottak Máté Szalkán. A zene az kell, a felemelkedésben segítenek a fiataloknak Tiszadobon. Fejre állt a Volvo, csúnya baleset történt Nyíregyházán, szerencsére komoly sérülés nem volt. Lecserélik, kiváltják a zsúfolt gyermekvédelmi központokat. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Modern, családiasabb lakásotthonok épülhetnek Magyarországon. Több mint 4 milliárd forintot fordítanak a gyermekotthonok kiváltására, korszerűsítésére. Máté Szalkán tavaly már átadtak egy lakásotthont, 2018-ra pedig egy másik, szintén 48 férőhelyes intézmény is épülhet a településen. A régi Máté Szalkai Gyermekvédelmi Központ 160 férőhelyes, jelenleg már csak 63-an nevelkednek itt, összesen 5 csoport szobában. Ebben a szobában 5 lány lakik, mondhatni szerény, már-már rossz körülmények között. A falon is látszik, hogy a szoba beázott, bepenészedett, pont ezért fontos, hogy Máté Szalkán hamarosan új gyermekvédelmi otthon, lakásotthon épülhet. A régi gyermekvédelmi központ szomszédságában modern lakásotthont már adtak át tavaly. A kétszintes épület 48 férőhelyes, ennyien is laknak itt. Boda Kinga kisgyermekként került a gyermekvédelmi rendszerbe, ő optikusnak tanul, és mivel élt a régi épületben is, összetudja hasonlítani a két helyet, sokkal jobban szereti az új, modern lakásotthont. 7,5 évesen kerültem be, már 12 éve, hogy itt lakom. 11 évig a másik épületben voltam, egy éve vagyok ide át. Hát a másik épületre annyi, hogy ott is nagyon jó volt, csak már régi, viszont itt minden tökéletes, sokkal otthonosabb, meg szebb is. Hasonló modern otthon a tervek szerint 2018-ra épülhet Máté Szalkán, ehhez nyújt segítséget egy közel 3 milliárd forintos keretösszeg, gyermekotthonok kiváltására, korszerűsítésére lehet pályázni. Az összeget a budapesti központi régióban egy további 1,2 milliárd forintos keret egészíti ki, mondta Máté Szalkai tájékoztatóján a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly kiemelt, de a cél, hogy a nagy és zsúfolt gyermekotthonok helyett családiasabb környezetben nevelkedjenek az érintett gyermekek. Körülbelül 460-500 olyan gyermek van ma a gyermekvédelemben, akik még ilyen nagy kollégiumszerű intézményekben élnek, és számukra is szeretnék ezt az esélyt biztosítani. És ezzel meg tudjuk azt valósítani, hogy a gyermekvédelem megújításának egy fontos lépését elvégeztük. A másik fontos lépés az a nevelőszülői, a családias gondozási forma bevezetése és elterjesztése. Itt a kormány azt vállalta, hogy 2016 végére 12 évnél fiatalabb gyermek nem fog intézményellátásban élni, és úgy tűnik, hogy fogjuk tudni ezt teljesíteni, az időarányos adatok erre utalnak. A legtöbb gyermekvédelemben nevelkedő gyermek így már vagy nevelőszülőknél van, vagy pedig lakásotthonokban, tette hozzá Kovács Sándor. A kormánypárti politikus azt mondta, a régi folyamatosan üresedő nagy épületeknek, többek között a Máté Szalkainak is funkciót kell találni. Nekem politikusként az a feladatom, ha már itt marad az üres épület, és nem gyermekvédelmi feladatot fog ellátni, akkor megtaláljam azt a módját, azt a lehetőségét, hogy felújítva, átalakítva olyan szociális szolgáltatásokat tudjunk nyújtani ebbe az intézménybe, amelyre előbb-utóbb azt gondolom, hogy igény lesz, hadd ne mondjak egyenlőre előbb többet, hadd maradjon a sejtésbe, de dolgozok azon, hogy ennek az épületnek megtaláljuk azt a feladatát, ami egy állami gondoskodást, egy munkahelyteremtést, egy szociális ellátórendszerű beillesztést lehet. Máté Szalkán a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár arról is szólt, néhány hete a gyermekvédelmi törvényt is módosították, így a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lakhatását is erőteljesebben segíti a kormány. Akár otthonteremtési támogatást is igényelhetnek a fiatalok, a felső határ 2 millió forint. Túlnyomó többségében vagyon elleni bűncselekményeket követnek el a fiatalok, ezt tapasztalják a megyei rendőrök.
Csütörtökön egy háromfős bandát vettek őrizetbe, akik több helyre is betörtek Mátészalkán. Azért, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek ne váljanak elkövetővé vagy áldozattá, számos programot indított a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. A Tiszadobi Gyermekotthon lakói tánc és zeneoktatáson vettek részt. Ezeken a fotókon a fiúk arca azért van eltakarva, mert bűncselekményt követtek el. A három fős opályi banda boltba, presszóba és pékségbe is betört, sőt bántalmaztak is egy férfit, hogy mobiltelefonját megszerezzék. A legfiatalabb közülük mindössze 13 éves. Jelenleg őrizetben vannak. A megyei rendőrség adatai szerint a fiatalok mintegy 65%-ban vagyonelleni bűncselekményeket követnek el. A túlnyomó többsége az vagyonelleni bűncselekmény, de a fiatalokra jellemző az ilyen garázda jellegű cselekmény. Sajnos náluk a csoportos elkövetés is jellemző. Ezt tudni kell, hogy ez a büntető jogunk szerint ez súlyosabban minősül ez a cselekmény. Tehát általában többen vannak, csapatba verődve követik el ezeket a cselekményeket. Sajnos ennek magasabb így a büntetési tétele. Azért, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek ne váljanak elkövetővé vagy áldozattá, számos programot indított a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Összesen 42 pályázatot hirdettek, az egyiket itt Tiszadobon indította a megyei rendőrfőkapitányság. A Gyermekvédelmi Központ lakói tánc és zeneoktatáson vehettek részt. A zene is egy olyan emberi tevékenység, amely nagy szorgalmat, nagy munkaigényű, erős jellemformáló, és erősen kötődik, mert egy fegyelmezett rendszeres munkát igényel, a közösségi munka, az együtt munkálkodást is megtanítja a fiataloknak, és rengeteg képzésük és oktatásuk, zenei képzések, oktatások során rengeteg értéket lehet közvetíteni. A program záró rendezvényén a gyerekekbe is mutatták, mit sikerült elsajátítani. Egy csoport autentikus cigánytáncokat tanult. A gyerekek azt mondták, nagyon jól érezték magukat a táncórákon, ilyenkor kevesebbet gondoltak arra, miért kerültek gyermekotthonba. Nagyon jól éreztem magamat, mert azt éreztem, hogy nem vagyok elveszett ebben a nagy világban, és ugye az emberek, az állami gondozott gyerekekről nagyon rossz véleménnyel vannak, és mi ezt így próbáljuk ennek a keretében ezt megmutatni, hogy ez nem így van, így a világgal szeretnénk tudatni, hogy itt is van élet. Szakemberek szerint az ilyen programok valódi alternatívát kínálnak a fiataloknak arra, hogy hasznosan töltsék el szabadidejüket. Ezért a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a továbbiakban is támogat majd hasonló kezdeményezéseket. Járvány még nincs, de rekordot dönt idén a bárányhimlős megbetegedések száma. Az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint csak április közepéig 17 000 fertőzést regisztráltak. Ez a szám az elmúlt 5 év átlagértékét is meghaladja. A betegség elleni oltás már 18 éve elérhető hazánkban, a kétadagos vakcina akár egész életre szóló védettséget biztosít. Így néz ki a bárányhimlő a bőrön. Vörös, duzzadt pont. A fertőzés klasszikus szezonja a tél és a tavasz. A cseppfertőzéssel terjedő betegség az egyik leggyakoribb a gyermekek között. Évente közel 40 000 jelentés érkezik bárányhimlős megbetegedésekről, azonban a valós adat ennek akár a kétszerese is lehet. A fertőzés gyakorisága országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is magasabb, mint az előző évek azonos időszakában. Április közepéig csak nem 17 000 fertőzést regisztráltak hazánkban. Különösen Nyíregyháza területét és a Nyíregyházi Járási Népegészségügyi Intézetnek a területén magas a megbetegedési gyakoriság, de az egész megyére jellemzően, talán Vásárosnami területét tudnám kiemelni, hogy ott nem mondható emelkedettnek a megbetegedési gyakoriság, de egyébként általánosan jellemző. Igazából még járványnak nem mondanám. A bárányhimlő a herpes csoportba tartozó vírus, lappangási ideje átlagosan 14-21 nap. Hólyagos kiütésekkel az első hétben pedig lázas panaszokkal jelentkezik, a legtöbb gyereknél viszont napokkal előtte már fejfájás, szédülés és rossz közérzet jelzi a fertőzést. A betegségnek óvodáskorban szinte nincs szövődménye, átlagosan 1000 gyerekből 2-nél jelentkezik. Védőoltással azonban megelőzhető a betegség.
Magyarországon 18 éve elérhető a vakcina, amit két adagban 4-6 hét különbséggel kell beadni a gyerekeknek. Ha a bárányhimlőt egyszer valaki elkapta és átesett a betegségen, akkor egy életre szóló védettséget ad magával a himlővel szemben. Viszont azt érdemes hozzátenni, hogy magát a bárányhimlőt ugye a varicella, az osztervírus okozza, és ez az osztervírus ez bennünk van, mint herpeszvírus formájában, tehát elvileg bármelyik életkorban elkapható herpeszvírus, illetve az övsömör, ami hasonló viszkető tünetekkel jár, de ez nem maga a bárányhimlő. A megbetegedettek közel 80%-a 15 év alatti gyermek, ám világszerte tapasztalható, hogy az elmúlt 20 évben a betegség kitolódott a serdülőkor felé, és ezzel párhuzamosan nőtt a komplikáltabb kórházi ellátásra szoruló esetek száma. 3,1%-os gazdasági növekedéssel és 0,9%-os inflációval számol a 2017-es költségvetési tervezet, közölte Vinnei Győző és Petneházi Attila kormánypárti országgyűlési képviselő nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Otthonteremtési program, egészségügy, kultúra és sport – ezek azok a területek, amelyekre több forrást különítenek el jövőre az előző évhez képest. Az egyik legnagyobb összeg az oktatásra jut majd. A tanárok és a felsőoktatásban dolgozók béremelésére, intézmények működésére és fejlesztésére, valamint a szakképzés átalakítására összesen 270 milliárd forintot költ a kormány. A hazai 11,4%-os aluliskolázottsági arányt is szeretnék az uniós 10% alá csökkenteni. Szeretnénk csökkenteni az iskolai lemorzsolódást, a korai iskola elhagyást, és ezt lehetővé teszi egy szakképzési hídprogram, amely szeptemberben indul el, ez 2 éves képzés lesz, és azok kerülhetnek be, akik 15 éves korukra nem végzik el az általános iskolát, 6 osztályt végeznek el az általános iskolából, ők 2 éves képzésben általános iskolai végzettséget szerezhetnek, és emellett részszakképesítést is, hogy a munkaerőpiacon, ha ez segít, el tudjanak helyezkedni. Lassú folyamatú és drága lenne a betelepítési kvótával kapcsolatos népszavazás, véli a Jobbik országos alelnöke. Apát István nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, jóval hamarabb kellett volna a népszavazást tartani, most már késő, totális megoldást sürget a Jobbik. A kialakult helyzetben az alaptörvény módosítás a megfelelő megoldás, nem csak azért, mert azonnali, ingyenes és biztonságos, hanem azért, mert a jogcím megnevezésétől függetlenül minden olyan jogcím alkalmazását ki kell zárni, amely lényegét tekintve migránsok ide telepítését eredményezné, hiszen nem csak kötelező betelepítési kvóta létezik, hanem például önkéntes kvóta, visszatoloncolás, relokáció, és a jövőben is kialakulhatnak, és szerintem ki is fognak alakulni olyan jogcímek, amelyeknek ugyanaz a vége, mint a kötelező betelepítési kvótának. Fejreállt egy Volvo délelőtt Nyíregyházán, a Tünde utcán. A balesetről hamarosan képeket is láthatnak, előtte nézzük a híradó további témáit. Aranyéremért és az első osztályért játszik a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság döntőjében a 2 nyert meccsig tartó párharc első felvonásán szombaton az MTK Budapest otthonában lép pályára. 16 nyíregyházi atléta áll rajthoz a hétvégén Debrecenben az atlétikai csapatbajnokság keleti elődöntőjében. A sportcentrum a hazaiakkal indít közös csapatot, a cél pedig az, hogy a páros bejusson a szeptemberi székesfehérvári országos döntőbe. Több 100 kiló zöldséget foglaltak le a NAV és a megyei kormányhivatal munkatársai az utóbbi hetekben. Több alkalommal is ellenőrizték a megyei zöldséggyümölcs forgalmazókat, valamint a nyíregyházi nagybani piac árusait is. Főleg az LKR bejelentéseket és a zöldségek eredetét vizsgálták. Ezeket a felvételeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítette. A képeken azok az ismeretlen eredetű zöldségek láthatók, amiket a NAV és a megyei kormányhivatal munkatársai foglaltak le. Az összehangolt ellenőrzés során több milliós bírságokat szabtak ki a szabálytalan árusokra. Megvizsgáltuk, hogy az LKR számot szabályosan igénylik-e, valamint jelöletlen zöldségeket és gyümölcsöket árusítanak-e. Sajnos az ellenőrzések során nagyon sok hiányosságot tártunk fel.
hiszen volt olyan adózó, akinek kétszer is megfordultunk két héten belül, és mind a két alkalommal hiányosságokat tártunk fel. Az első alkalommal jelöletlen zöldségeket és gyümölcsöket árult több száz kiló mennyiségben, valamint elkárszámot sem igényelt. A második ellenőrzés során már az elsőből okulva elkárszámot ugyan igényelt, azonban itt több hiányosságot is elkövetett, hiszen nem megfelelő mennyiséget tüntetett fel rajta, valamint a zöldségek és a gyümölcsök eredetét szintén nem tudta ebben az ellenőrzés esetében sem igazolni. A jelöletlen zöldségeket a megyei kormányhivatal ellenőrei egy komposzttelepre szállították és megsemmisítették. Szócska Jánosról nevezték el a József András Oktató Kórház fülorgége osztályának egyik műtőjét csütörtökön. A professzor 1969 és 1994 között vezette az akkor még megyei kórház osztályát, munkásságához számos újítás fűződik. Alakját Fülöp Imre osztályvezető főorvos elevenítette fel. Az ünnepséget azért most szervezték, mert idén lenne Szócska János 90 éves. Mostantól az egyik műtő a 2010-ben elhunyt főorvos nevét viseli. Tetején állt meg egy autó délelőtt Nyíregyházán a Tünde utcán. A Volvo vezetője egy hosszú sort előzött, mikor a Volkswagen sofőrje váratlanul balra kezdett kanyarodni. Az ütközés akkora volt, hogy a Golf megpördült, a Volvo pedig fejjel állt meg az árokban. A balesetben az autóvezetők könnyebben sérültek. A helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom. Aranyéremért és az első osztályért játszik a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság döntőjében a két nyert meccsig tartó párharc első felvonásán szombaton az MTK Budapest otthonában lép pályára. Egy ponttal győzte le hazai pályán a TFS-e csapatát a nyíregyházi kosársuli április 30-án. Ez az idegenbeli hosszabbításos siker után azt jelentette, hogy bejutottak a döntőbe. Farkasinszky Gyuláni edző szerint most már felszabadultan játszhatnak az MTK ellen. A szezon kezdetén ugyanis azt a célt tűzték ki, hogy a legjobb négy közé kerüljenek. Ezt túlteljesítették. Az MTK ellen viszont nem ők az esélyesek, mert az alapszakaszban 30, illetve 20 ponttal maradtak alul a budapestiekkel szemben. Ebben az évben ugye két meccset játszottunk már az MTK-val, nem volt egyszerű mérkőzés, már csak azért sem, mert mondom a szerkezetbeli különbség az mindenféleképpen az MTK javára billenti a dolgokat, a kor, a rutin és minden más egyéb. Nekünk itt egy valami lehet, ami esetleg előnyt jelentett az, hogy mi egy olyan párharcban vagyunk benne, ahol nekünk aztán tényleg maximálisan is veszíteni valunk. Tehát azok, akik kicsikét bátortalanabbak a pályán, akik nehezebben merik elvárni a helyzeteket, azok is most lazán és büntetlenül dolgozhatnak, mert ez már tényleg csak egy öröm. A nyíregyháziak irányítója, Pap Claudia, aki 44 pontot szerzett a két MTK elleni meccsen, ezúttal sem számít könnyű találkozóra. Mindenképpen nehéz lesz, mivel szerintem nagy lesz a nyomás rajtunk, illetve rajtam, de ezt megpróbáljuk legyőzni, és minél jobb eredményt kihozni az ebből az egészből. Lizák Kitti újtörése miatt két magas emberre marad a nyíregyháziaknak, így Farkasinszky orsolyára a korábbinál is nagyobb teher hárul majd a palánkok alatt. Nyilván itt rutinosabb centerek vannak, illetve magasságban, tömegben is azért sokkal közelebb állnak mondjuk az élvonalhoz, ugye. Nyilván ott is vannak ugye rutinos centerek, akik válogatott játékosok voltak, illetve több éve tábban játszottak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy semmi sem lehetetlen, úgyhogy mi ugyanúgy győzni szeretnénk az MTK otthonában is, mint ahogy azt próbáltuk eddig az egész bajnokság során megtenni. Az MTK Budapest nyíregyházi kosársuli mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. A második találkozó május 21-én lesz a Szent Imre gimnázium csarnokában, az esetleges harmadik meccsnek pedig ismét a fővárosiak lesznek a házigazdái. 16 nyíregyházi atléta áll rajthoz a hétvégén Debrecenben az atlétikai csapatbajnokság keleti elődöntőjében. A sportcentrum a hazaiakkal indít közös csapatot, a cél pedig az, hogy a páros bejusson a szeptemberi székesfehérvári országos döntőbe. Az elmúlt két évben Nyíregyház adott otthont a hosszú szünet után felélesztett csapatbajnokság keleti elődöntőjének. Idén Debrecen lesz a helyszín, viszont a két város változatlanul közös csapatot indít. A DSC Esi NSC tavaly másodikként jutott tovább a döntőbe, ahol végül a harmadik helyet szerezte meg. A hétvégén csak úgy, mint a szekszárdi nyugati elődöntőben, 16 csapat méri össze tudását Debrecenben. A nyíregyháziak közül egyedül az olimpiára készülő gyalogló Helebrant Máté hiányzik, így a vegyes csapat színeiben 16-an küzd
küzdenek majd a továbbjutásért. Én úgy számolgattam, hogy 6 helyen lehetünk elsők. Elsődlegesen a dobók, a diszkoszvetők, ott talán az első 3 hely is a miénk lehet. A nőknél szintén az első hely a miénk lehet. Aztán magasugrásban várjuk Bakosi Petit, a 4x400-as váltóban a női váltót első helyre. És hát reménykedek abban, hogy Ónodi Dávid 200 méteren szintén a legjobbak között lesz, akár meg is nyerheti. A diszkoszvető Szikszai Róbert egy montenegrói edzőtáborozást követően már Debrecenben megcélozhatja a 63 méteres Európa-bajnoki kiküldetési szintet. Jó formában vagyok, minden önlétrég, mind dobásba, ugye ez amúgy összeállt a mozgás. 62-48-al dobtam áprilisba, ami szerintem ez egy nagyon jó idénkezdés, de szeretnék nyilván minél többet. Az elődöntőkből a legjobb 6-6 csapat jut a szeptemberi székesfehérvári országos döntőbe. A szombati program 13 órakor, a vasárnapi pedig 11 órakor kezdődik a Debreceni Atlétikai Centrumban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Lecserélik, kiváltják a zsúfolt gyermekvédelmi központokat. Modern, családiasabb lakásotthonok épülhetnek Magyarországon. Több mint 4 milliárd forintot fordítanak a gyermekotthonok kiváltására, korszerűsítésére. Máté Szalkán tavaly már átadtak egy lakásotthont, 2018-ra pedig egy másik, szintén 48 férőhelyes intézmény is épülhet a településen. Túlnyomó többségében vagyon elleni bűncselekményeket követnek el a fiatalok, ezt tapasztalják a megyei rendőrök. Csütörtökön egy 3 fős bandát vettek őrizetbe, akik több helyre is betörtek Máté Szalkán. Azért, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek ne váljanak elkövetővé vagy áldozattá, számos programot indított a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. A Tiszadobi Gyermekotthon lakói tánc és zeneoktatáson vettek részt. Több 100 kiló zöldséget foglaltak le a NAV és a megyei kormányhivatal munkatársai az utóbbi hetekben. Több alkalommal is ellenőrizték a megyei zöldséggyümölcs forgalmazókat, valamint a nyíregyházi nagybani piac árusait is. Főleg az LKR bejelentéseket és a zöldségek eredetét vizsgálták. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 13-án, pénteken. Friss hírekkel pünköst hétfőn várjuk Önöket. A hétvégén pedig Krónika című műsorunk jelentkezik. Műsorainkat és híreinket újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton felhős időre számíthatunk záporokkal. Estig a Kárpát-medence fölé nedves, labilis légállapotú hullámok érkeznek, folytatódik a változékony idő. Éjjel eleinte változóan felhős lesz az ég, majd megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, csak rövid időszakokra süt ki a nap. Többfelé zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megélénkül. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Vasárnap csökken a csapadékhajlam, hosszabb időszakokra kisüt a nap, de záporokra továbbra is számítani lehet. A jövő hét első felében napos és erősen gomoly felhős időszakok váltakoznak, és csak elszórtan alakul ki záporeső. A jövő hét első napjaiban hidegek lesznek az éjszakák, és a csúcsérték mintegy 6-7 fokkal elmarad a sok évi átlagtól. Csütörtöktől melegszik a levegő.